hogy miért van a kezemben ez a hatalmas plüssmaci? Hát azért, mert október a medvék hónapja a Vörösmarty Mihály könyvtár Budai úti tagkönyvtárában. Az egésznek pedig egy csodálatos fotókiállítás adta az apropóját. A következő percekben megismerhetik a részleteket. Kalmár Lajos Gábor fiabdíjas természetfotósnak az alkotásait lehet megcsodálni most a könyvtárban. Nagy vadakkal készült hozzánk, úgyhogy láthatóak medvék, farkasok, egy egyedülálló hiúz portré, illetve vaddisznó, szarvasok, elképesztően gyönyörű képek. Ezek a fotók Erdélyben, Szlovéniában, Lengyelországban és természetesen Magyarországon Gemencen készültek. A kiállítás egész októberben látható, a könyvtár nyitvatartási idejében. Ez az októberi hónap számunkra most a legkedvesebb minden rendezvényünk közül, hiszen a medvéket köszönhetjük. Egyrészt október 4-e az Állatok Világnapja, tehát az egész október az állatok jegyében szerveződött volna amúgy is nálunk, így a fotókiállítás egy tökéletes keretet ad ennek a programnak. Be tudtuk mutatni a plüssmedve gyűjteményünket, amelyet egy olvasó ajánlott fel a könyvtár számára. Ezek a macik jelenleg a könyvespolcon, a könyveken csücsölnek és várják az olvasókat. Minden kóbor plüssmedvét nagyon sok szeretettel fogadunk, akit esetleg egy család már úgy dönt, hogy tovább ajándékozna. Ezeket a macikat szeretnénk a könyvtár polcain továbbra is elhelyezni, illetve a játszószobánkba betenni a gyerekeknek. Így a Budai úti könyvtár most már hivatalosan is medvés könyvtárrá válik.